Vállalkozó zuglóban. Ezzel az elnevezéssel indított programot a FIVOSZ, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége, hogy minél több fiatal verjen gyökeret zuglóban, alapítson vállalkozást, s annak eredményeivel erősítse nem csak saját magát, családját, de a helyi közösséget, a kerületet is. Ezt a programot támogatja a Zugló Televízió is, ezért olyan fiatal szakembereket kértünk fel, akik tanácsaikkal, személyes tapasztalataikkal, szakértelmükkel hozzájárulhatnak ezeknek a vállalkozásoknak a sikeréhez. Mai vendégünk Kis László, értékesítési tanácsadó. Ha jól gondolom, akkor egy fiatal kezdő vállalkozó számára az értékesítés az egyik legfontosabb terület, amivel tisztában kell lennie, amiben eredményeket kell nagyon rövid idő alatt felmutatnia, hiszen ezen múlik az, hogy egyáltalán el tud-e indulni. Milyen trükköket, milyen tapasztalatokat tud javasolni annak, aki most gondolkozik valami újnak az alapításán? Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. És köszönjük szépen a lehetőséget a FIVOSZ nevében, hogy ezen a csatornán is szólhatunk a fiatalokhoz. Igen, ahogy említette, értékesítés. Még mielőtt a vállalkozásokba beleugranánk, azt gondolom, hogy az értékesítés ma már, tekintve a különböző csatornákat, amik rendelkezésre állnak, még ne a vállalkozásról beszéljünk arról, hogy vannak emberek, akár a munkaerőpiacon, akár alkalmazottként gondolkodnak, neki is saját magát el kell adni. Tehát egy állásinterjú, ha tetszik, egy értékesítés, ahol önmagamat értékesítem. A vállalkozás hasonló, főleg amikor kisebb körben, tehát amikor induláson gondolkodunk, akkor is gyakorlatilag a személyes kapcsolatokon fog múlni az első néhány eladás, hiszen el kell adnom magamat, elővesznek meg engem, majd utána beszélgetünk a szolgáltatásról. Minden, én azt gondolom, hogy az emberi szimpátián, a kölcsönös szimpátián múlik, hogy kialakul-e kémia közöttünk, megindul-e egy párbeszéd, és még mielőtt az értékesítési trükkök, fogásokról kezdenék, én a nulladik lépéssel kezdjük, hogy kezdjünk hálózatot építeni. Most nem a multilevel marketing értelmében tekintem, bár az sem áll ettől messze, hanem egyszerűen kezdjük el a saját baráti körünkben, az ő ismerőseiken keresztül olyan rendezvényeken, ahol hasonló gondolkodásúak vannak, egyáltalán forogni, beszélgetni, kezdő kommunikációt kialakítani, névjegykártyákat összegyűjteni, azokkal fölvenni a kapcsolatot, meghívni egy-egy kávéra, teára, nem tudom, ebédre, kezdjünk el beszélgetni velük, értsük meg a valós igényeiket, és csak akkor hozakodjunk egyáltalán elő azzal, hogy mi mit tudunk kínálni problémájukra, mint megoldás. Az, hogy én most önnek bármit el szeretnék itt adni, hogy vegye már meg azt a pohár vizet, mert én úgy érzem, hogy szomjas, nem biztos, hogy ez a kellő indulás. A kellő indulás az, hogy leülünk, beszélgetünk, iszunk egy kávét, és meghallgatom, hogy önnek mire van szükség, és lehet, hogy egyszer tudok egy megoldást találni, de az is egy megoldás, hogyha nem én a saját termékeny szolgáltatásaimon keresztül oldom meg az ön problémáját, hanem a saját kapcsolatrendszeremből hozok egy névjegykártyát, vagy éppen összekötöm önöket. A lényeg szerintem az első benyomás, az első pozitív tapasztalatok, hogy ez az ember nekem már valamit megoldott. Nem tőle vettem, de a következő alkalommal hátul biztos, hogy ott fog kattogni, hogy őt megkérdezem, mert lehet, hogy tud megoldást szállítani, és gyakorlatilag már is indultunk az értékesítésen, még trükkök nélkül. Igen, bár ez, amit elmondott, hát így első hallásra egy időigényes folyamatnak tűnik. Ez megkerülhetetlen. A másik oldalról viszont ezek a kezdő vállalkozások azzal szembesülnek, hogy minél hamarabb el kellene kezdeni bevételt termelni. Tény és való. Vannak dolgok, amiket... Ezek tanulható dolgok, de gyorsítani az időt nem lehet, maximum hatékonyabbá tenni. Ha bárhogy megpróbálok értékesíteni, ha föl kell hívnom 1000-10000 ügyfelet, hogy összejöjjön az első néhány ügylet, igen, időigényes, és azt bele kell fektetni. Hát erre mindenki... Erre mindenképpen kell idő. Tehát vannak, és nagyon sokszor elhangzik konferenciának kitartás. Teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, értékesítünk, fejlesztünk, kutatunk, szolgáltatáson gondolkodunk, programozunk, a kitartás megkerülhetetlen. És szintén visszakanyarodok újra megint, hogy ez időigényes. Tehát egyik oldalról igen, lesz egy óriási nyomás a kezdő vállalkozónak a vállán, hogy bevételt kell termelni. Mindeközben meg kell teremteni azt a görcsmentességet, fogalmazzunk így, hogy egyébként a természetes emberi kommunikációban pedig ne az látszódjon a szememben, hogy már pedig most nekem el kell adnom azt a pohár vizet.
Van-e különbség a tekintetben az értékesítés szempontjából, hogy szolgáltatást vagy valami terméket szeretnék eladni? Ugye a terméknél, ha már a pohár víz példáját hozta, ott végül is az egy kézbe vehető dolog, tehát amit ajánlok, azt meg lehet mutatni, azt be lehet vizsgálni, és arról könnyebb eldönteni, hogy szükségem van-e rá vagy sem, kielégíti azt az igényt, amit megfogalmaztam, vagy sem. Szolgáltatás esetében viszont egy bizalomról, egyfajta jövőbeli ígéretről van szó, hogy majd én azt meg fogom tudni csinálni. Egyetértek, viszont a bizalom mind a kettőben kell. Tehát, hogy ez a pohár víz is, én akármit állíthatok róla, ha önnek nem ízlik, akkor a bizalom itt rögtön a termékben már megborul. Tehát én hiába állíthatok róla bármit, hozhatok ISO tanúsítványt, certifikátokat, díjakat, nem ez fogja meg. Ezek mind szükséges dolgok, tehát nem mondom, hogy nem kellenek, de nem ezek azok, amik az eszenciái ennek az értékesítésnek. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy szolgáltatást vagy terméket célcsoporttól is függ, hogy kinek kínálom, igényektől is függ. Mert tisztelet a kivételnek, egy bizonyos kor fölött, vegyük most a nyugdíjas korosztályt, gyanítom, hogy a legújabb érintőképernyős telefonra kifejlesztett applikációt kevéssé fogom tudni meggyőzni, akár csak az én nagymamámat, hogy szerintem neki ez nagyon jó lenne. Egyszerűen azon okán, hogy nem ismeri a készüléket, ellenben a pohárvíz fontosságáról még mindig gyorsabban meg tudom őt győzni, hogy igyon, mert a kiszáradásnak komoly egyéb egészségkárosító következményei vannak. És ez szintén azt mondom, hogy meg kell, vannak ugye piackutatások, azokból információt lehet gyűjteni, hogy az én termékem, szolgáltatásomat hova pozícionálom, hova próbálom belőni, hogy kik azok, akik az én ügyfeleim lehetnek potenciálisan. A másik oldalról pedig pont a személyes beszélgetések, konferenciák, ahol felmérem azt, hogy ennek van létjogosultsága, vagy nincs létjogosultsága. Említette, hogy a hálózatépítés mennyire fontos az első lépések megtételéhez, meg aztán persze később is ez elengedhetetlen. Hogyan tud a FIVOSZ ebben a hálózatépítésben segíteni, részt venni? A FIVOSZ konkrétan erre jött létre. 39 ezer olyan nem tagot, hanem 39 ezer ügyfél vagy érdeklődő van az adatbázisunkban, akivel tudunk kommunikálni. Ők pont azok, az a célcsoport, akik egymással is akarnak valamit kezdeni. Tehát ők kifejezetten azért keresik a FIVOSZ-t, mert rendezvényeiken vagy kapcsolatot építenek, vagy olyan értékes információkhoz jutnak hozzá, hogy hogyan legyenek ők jobbak a saját területükön. És ezek a rendezvények, ugye a FIVOSZ folyamatosan csinál rendezvényeket, tematikusokat, gasztrónaptól kezdve, digitális napon át, ami inkább IT jellegű, folyamatosan vannak tematizált rendezvények, amik nyilván egyik oldalról azért jöttek létre, hogy szakmailag bővítsük a látókört, de a másik és kimondott célja az, hogy igen, építsünk. A hálózatépítés, én azt látom, hogy mai napig egy mumus a mi életünkben. Nem tudom, hogy ez a magyarként az attitűdünk ilyen, de nagyon nehezen nyitunk a másik felé, még azokon a dedikált rendezvényeken is, ami kimondottan azért jött létre, hogy építsünk kapcsolatot egymással. Az első lépések megtétele nagyon nehéz, hogy hogyan szólítsam le a másikat. Nekem erre mindig az a válaszom, hogy hiszen azért jött el erre a tematikus fórumra, hogy beszéljetek az előadóról. Teljesen mindegy, hogy tetszett, nem tetszett, stb. Be kell dobni a közösbe, valaki rá fog ugrani. Mert mindenki ezeken a rendezvényeken azt keresi, hogy a másik lépjen. És ha sikerült az első ilyen lépést megtenni, föl kell vállalni, nem mindenkinél fog sikerülni, de a nemeket is el kell fogadni. Ezt föl kell vállalni, proaktívnak kell lenni, előre kell menni, és akkor kialakulhatnak a kapcsolatok. Nem biztos, hogy abból lesz üzlet, de én azt gondolom, hogy minél több emberrel sikerül olyan kapcsolatot kialakítani, ami aktív és működőképes, amiből a nap végén bármilyen formában érték képződik, most nem anyagi értelemben értem elsősorban, de az, hogyha olyan értelmes embert találok, akivel jó együtt egy bort meginni, már az egy értéket teremt, mert én is épülök közben. Köszönöm szépen, hogy megosztotta ezeket a tapasztalatokat, és eljött a stúdióba. Én köszönöm, számunkra megtiszteltetés.